Hisszük azt, hogy ez a nyelvi kultúra, ez a nyelvi közösség, amely megtartott bennünket itt 1000 éven keresztül magyarnak, hozzá segít bennünket nemzeti létünk kibontakoztatásához és megéléséhez. Ez érdemes arra, hogy minden finomságát, ízét, dialektusát és hangulatát megismerjük. Sokáig a határon túli magyar közösségeket vártuk, most azonban a tavalyi évtől kezdve rájöttünk, hogy nem csak a határon túli magyar közösségeknek vannak izgalmas és újra felfedezésre váló hagyományai, hanem a Magyarországon, a mai Magyarország területén létező tájegységeknek is. És hát hova fordulhattunk volna ilyen szempontból legautentikusabb helyre, mint a magyar irodalmi nyelv bölcsőjét adó Tokaj hegyaljára. Itt nem csak a vizsói biblia fordításra kell emlékeznünk, hanem arra is, hogy Tokaj a magyar nyelvújítás bölcsője lett, a közelben Széphalmon kezdte meg irodalomfejlesztő, irodalomszervező, kultúraszervező munkásságát a munkácsi börtönből szabaduló Kazinczy, és vált lassan-lassan egy zarándok helyé. És ma azt a nyelvet tartjuk hivatalos magyar nyelvnek, azt a dialektust beszéljük irodalmi magyar nyelvként, amely egyébként Tokaj hegyaljára, erre az észak-kelet-magyarországi régióra jellemző. Idén a 20. születésnapját ünneplő Misztrál együttes lesz a szombatesti vendégünk, és pénteken, illetve vasárnap pedig két olyan jazz formációt köszönhetünk majd a színpadon, akikkel már találkozhattunk itt a Budai Várban, a Beethoven Budán programsorozat keretén belül, bár Sárik Péter trió most a nagy sikerű Jazz Kívánság műsor című programjával jön ide, Juhász Gábor azonban és zenésztársai azonban itt is elő fogják adni azt a, hát mondhatnám azt, hogy a jazz suite-et, amit Beethoven tavaszi szonátájából készített, és az idei Beethoven fesztiválon hangzott el először. 1997-ben az önkormányzat támogatásával megjelentettünk egy nagyon kedves és hasznos kiadványt, aminek az volt a címe, hogy Áll Buda még, a magyar irodalom várbéli századai. Amikor ezt a könyvet csináltuk, vagy készítettük, akkor nagyon-nagyon sok olyan könyvtörténeti múlt került elő, ami elindított engem abban, hogy valamilyen módon állítsunk emléket annak a ténynek, hogy az első nyomtatott könyv 1473 pünkösdjén itt született a Budai Várban, Hessz András nyomdájában. Adódott természetesen a gondolat, hogy ennek kapcsán egy könyvünnepet indítsunk el itt a Budai Várban. Polgármester úr és a munkatársai abszolút nyitottak voltak erre annak idején, ez ugye 15 éve történt, maga a gondolat, és az, hogy 15 évig életképesen működik ez a rendezvény, hát ez természetesen már egy fantasztikus csapatmunkának az eredménye. A könyvekhez való viszony, az olvasáshoz való viszony, de hát ez nem újdonság, hát ezt nap mint nap halljuk és tapasztaljuk, ez az utóbbi években vagy évtizedben igen lényegesen megváltozott, mondhatnám azt is, hogy szinte egy paradigmaváltás következett be ezen a téren. Ezért nagyon-nagyon fontos, hogy a klasszikus nyomtatott és papíralapú könyvnek kellő ünneplést, kellő méltó befogadást biztosítsunk. Ezt szolgálják tulajdonképpen ezek a rendezvények, beleértve a tavaszi könyvfesztivált, a nagyszerű 88. idén azt hiszem 88. évét ünneplő ünnepi könyvhetet, és most már ugye a 15 éves budavári magyar nyelv és könyvünnepét.